Szeretném, ha elintennék a devizahitelemnek azt a devizaszámláját, amiben ők nekem svájci frankot adtak. Hát sajnos erre egyik bank sem tud választ adni, mert svájci frankot senki nem adott. Csalás volt az egész, és még ma is állítanak minket. Gyertek ki! Rájöttünk a csalásra, és nem kerüljük tovább. Ma mindent védenek ezeket a rendőrök. De holnap már nem, mert lehet, hogy nélkülök jövünk vissza. Amíg csak békésen mondjuk nektek, hogy elég volt, de tudjátok meg, hogy országszerte szerveződnek az állampolgári engedetlenségek, és a végeredménye az lett, hogy az összes külföldi bank elhagyja Magyarországot. Nincsen szükségünk rátok! Nagyon korítok a bankoknak, aki még nem tudja, azt tegye meg nyugodtan. Ne fizesse tovább a hitelét. A bank nem tud mit csinálni. A bank halála, a pénz hiánya. Ha nem fizetjük be a hiteleket, akkor bedőlnek, és öltőnek be is tenni. Senki ne fizesse tovább a hitelét. Milyenek a rendőrök! Bennük is magyar cintobos! Köszönjük! Jó van, akkor felére csökkentem! Gyerekek! Kicsit kisebb vehemenciával fogja rángatni az ajtót, de itt állunk, és azt tudják meg a bankban, hogy őértük is el fogunk jönni! Ez a bank ki akarja megvenni! 10 forint az ára! Kiad rá többet! 10 forint! 1 forint! Nem vagyok kettet a bankért! Először 1 forint! Lófasz! Lófasz! 1 forintért elvittük a bankot! Ennyi a bank, 1 forintért! Akkor most már benne ezek? Be! Nem a bírálé! 1 forint a bankért! 1 forint! Ötszoros árat fizetett érte! Jobban nem kell a forintos! A licitek végre, ne licitáljatok! Nem kell több pénz a gomba! Elég volt! Ennél többet adjunk nekik, ez bőven elég lesz! Cipbank is követett el bőven mocskos dolgokat, amit tudjatok, hogy itt is bent van a csomag, az ügyintézők most már tudják, hogy bizony, tudjuk a biztonságaikat, tudjuk, hogy ezt fel kell állniuk és el kell mondaniuk, hogy mit tettek a devizahitelesekkel. Mit tettek? Csak svájci frankot ajánlottak, és azt mondta az ügyintéző, hogy a forint az nem jó hitel, svájci frank hitelt kell felvenni. A laikus ügyfél mit tudta ő, hogy most az jó vagy nem jó? Azt mondja neki egy szakember, hogy svájci frankot kell felvenni, ő svájci frankot fog felvenni. Hogyha te elnéz egy orvoshoz, és ő azt mondja, hogy ezt a gyógyszert vedd fel, akkor azt fogod bevenni. És hogyha ő rossz gyógyszert adott neked, akkor börtönbe fogják csukni. És ugyanígy a bankokat is, a bankos ügyintézőket is börtönbe fogják csukni, ha nem mondják el azt, hogy őket mire oktatták, mit kellett csinálniuk, mit vártak el tőlük a főnökeik. Itt az idő, hogy felálljanak és elmondják ezeket. Azt mondták a Cipbankban az ügyfeleknek, hogy nem lesz árfolyam mozgás. Hát honnan tudta volna az ügyfél, hogy lesz vagy nem lesz? A banki ügyintéző azt mondta, hogy nem lesz, ő ezt elhitte. És azt mondta az egyik ügyintéző az ügyfélnek, hogy a svájci frank a legbiztonságosabb. Hát persze, hogy az a svájciaknak. Nekünk pedig maga a vég lett volna, de nem fogjuk ezt hagyni, nem hagyjuk, hogy elvegyék a házainkat, nem fegyük, hogy elvegyék a földjeinket.
2008-ban 21 milliót folyosított a CIP-bank, 11 milliót visszafizetett az ügyfél, 32 millió forinttal tartozik! Hát ő szerintünk, persze, hát szerintünk nem, és nem is fogják megkapni soha, nem viszik el a házat, mert ott leszünk mi, és ti is mindannyian, és nem engedjük, hogy elvigyék a házunkat az ügyfeleknek. És egyre több rendőr is mellénk fog állni, és egyre kevesebben fognak odajönni, és támogatni a kirakó mafiát. 2005-ben 6 milliót vett fel egy ügyfél, 4 milliót visszaadott, 10-zel tartozik. Nevetséges! És a bank az azt hiszi, hogy ezt meg is fogja kapni, nem fogja megkapni. Szétszettétek a szívem, szomorú